Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Új piactér, 400 millió forintos fejlesztés Dunaföldváron. Korszerűsítés, 60 millió forintból felújították a Bonyhád-Varasdi önkormányzat épület együttesét. Civil szféra, 42 millió forintnyi támogatást biztosít Szekszár. Ezüstérmes a KSC, a Sopron bizonyult jobbnak a Magyar Kupa döntőjében. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Pályázati forrásból és önerőből mintegy 400 millió forintból megújult a dunaföldvári piactér. Két fedett csarnokban árulhatnak mostantól az őstermelők 21. századi körülmények között. Az új épület együtt egy szabadtéri városi rendezvények megtartásának is szintere lesz a jövőben. Az ünnepélyes átadón Süli János miniszter is részt vett. Gyülekeznek az ünnepségre a városlakók, már közel egy éve várnak erre a pillanatra. Elkészült az új piactér, mely 21. századi találkozási szintere lesz Dunaföldvárnak. A béketér 310 millió forintos pályázati pénzből és közel 70 milliós saját forrásból újult meg. A piactéren két fedett csarnokban árulhatnak az őstermelők, akadálymentesített mellékhelyiségek, vízvételi lehetőséges kerékpártárolók lettek kialakítva. A térkő burkolat mellett járdákat, a Duna utca felőli oldalon parkolókat alakítottak ki. Kiskőröstől és a környékből mindenhonnan ide jártak az emberek, Paksról, Dunai városból. Én azt hiszem, hogy ez az új felújított piac, talán reménykedünk benne, hogy újra ide fogja csábítani ezeket a környékbeli településekről az embereket. Az ünnepélyes átadón Süli János tárca nélküli miniszter is részt vett, aki elmondta, az erőmű építés kapcsán komoly szándék mutatkozik Dunaföldvár irányába. Közel majd 10 000 embert kell élelmezni abban a programban, és szeretnénk, hogyha Dunaföldváron minél több gazda be tudna csatlakozni, illetve azt gondoljuk, hogy a mi vállalkozóink, akik egy része külföld, azok is a környékbeli piacokat, kulturális rendezvényeket mi általunk szervezett programok keretében látogatni is fogják. A Földvári utca végig sáros, végig menni rajta nem tanácsos. A helyi kisdiákok műsora színesítette az átadó ünnepséget, mely szalag átvágással zárult. Mostantól minden szerdán és szombaton az új helyszínen várják a vásárlókat az őstermelők portékáival, mely közösségi térként is szolgál a településen rendezvények megtartására. Feloldották a forgalomkorlátozást Paks és Dunakömlőt között a 6-os úton, amit 2 évvel ezelőtt löszfalomlás miatt alakítottak ki. A betonelemes falat most ideiglenesen áthelyezték az út szélére, ezzel egyidejűleg a félpályás forgalomkorlátozást feloldották. A 2 éve bekövetkezett omlás után kialakított védőháló elég a széttöredező tömbök darabjainak megfogásához, állapította meg a bányafelügyelet. A 6-os út mindkét irányban járható Paks határában, az ideiglenes változtatásokhoz alkalmazkodva a különböző forgalmi irányokba haladók részére a továbbra is fennálló omlás veszélyre figyelmeztető táblák vannak kihelyezve. 60 millió forintból teljesen felújították a Bonyhád-Varasdi önkormányzat és a helyi faluház által használt épület együttest. A pénzből energetikai fejlesztéseket végeztek el, napelemek kerültek a tetőre, szigetelték a falakat és az elektromos hálózatot is korszerűsítették. Emellett egy hatalmas székelykaput is sikerült a forrásból az ingatlan elé építeni. Szinte a falu minden lakója részt vett a templomtól a most felújított polgármesteri hivatalig tartó felvonulásban, nem sokkal később pedig már a nemzeti színű szalag átvágására is sor kerülhetett. A Bonyhád-Varasdi polgármesteri hivatal mellett a faluház is ebben az épületben működik. Az ingatlanra több mint 60 millió forintot költhetett az önkormányzat, amiből közel 53 millió forint az állam által fizetett TOP forrás volt. A nyílászáró cseré történt meg, a fűtési rendszer, az elektromos rendszer, akkor ezen kívül napelemek lettek elhelyezve a tetőn,
és a szigetelést kapott 14 centi szálas gyapott szigetelést az épület. Tolna megyére a területi és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően több mint 27,5 milliárd forint jutott, amiből több mint 25 milliárd forint értékű fejlesztés már meg is valósult. Erről beszélt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A dombovári Bonyhádi körzet 58 települése közül 33 település nyújtott be topos pályázatot 66 projekttel. Ez 8,5 milliárd forint támogatást jelent, illetve pályázati pénz forrást jelent ennek a körzetnek. Bonyhádvarasdon nem a mostani volt az egyetlen jelentős fejlesztés, ami a közelmúltban zajlott. Az önkormányzat 2018-ban több járdaszakaszt is felújított, emellett a településen keresztül vezető árkot is sikerült kitakarítani. Közel 300 civil szervezet működik Szekszárdon, jelentős részük aktívan részt vesz a város közéletében, mondta Csillagné Szántó Polixéna, a Város Humán Bizottságának elnöke, abból az alkalomból, hogy ülésükön meghallgatták a szervezetek idei elképzeléseit. A bizottság vezetője azt mondta, a civilek nélkül nem tudna megfelelően működni a város. Van egy állandó bizottsági, viszonylag állandó bizottsági keretünk, ez 42 millió forint, ezt gyakorlatilag teljes egészében a civil szervezetek között osztjuk fel. Különös figyelmet fordítunk a kiemelt művészeti együttesekre 18-ra Szekszárdon, az ő éves támogatások 5,5 millió forint körülbelül, és ezen kívül nagyon jelentős a természetbeni juttatása, teremhasználatok, ennek a forintosított értéke 100 milliós nagyságrendet közelíti. Jótékonysági bállal kezdte meg hivatalosan működését a 7100 a Városod Egyesület. A létrehozók egyik célja a jótékonyság mellett, hogy a fiatalokat közelebb hozzák a közélet ügyeihez. Eddigi cselekedeteink fémjelzik a közösség hitvallását, amely a jó ügyek felkarolását, a jó szolgálatot foglalja magában. Szeretnék egyfajta vérfrissítést vinni a szekszárdi civil mozgalom vérkeringésébe, mondta Tóth Robert, a 7100 a Városod Egyesület alelnöke a jótékonysági bál megnyitóján. A fiatalokat összefogó szervezet már karácsony előtt könyvcsomagokat osztott a rászoruló családoknak. A bál bevétele ismét jótékonysági célokat szolgál majd. A szekszárdi kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának szeretnénk felajánlani. Nem nagy összeg lesz, de bízunk benne, hogy ezzel az ott szülő édesanyákat, illetve a gyermekeket egy picit tudjuk segíteni azzal, hogy az infrastruktúra egy picit jobb lehet ott az osztályon. Ácsezső polgármester arról szólt, nagyon fontos, hogy újabb civil szervezetek kerüljenek közelebb a közélethez. Megítélése szerint a 7100-asok a híd szerepét tölthetik be az önkormányzat és a civil szervezetek között. Szükség van arra, hogy a fiatalok is megszólítassanak valamilyen formában, és egyfajta kapocs kialakuljon a közélet és a fiatalok között. Ennek kiváló terepe lehet ez a civil szervezet, aki egy nagyon komoly és nehéz célt tűzött ki maga elé, és reméljük, hogy meg is fogja tudni valósítani. Mégpedig az, hogy tulajdonképpen a fiatalokat valamilyen formában közelebb hozza a közélethez, egy kicsit vonzóvá tegye számukra, és megértessék, hogy miért fontos a közélettel való foglalkozás. Szekszárd polgármestere azt gondolja, az ilyen típusú szervezetek jelentenek kontrollt az önkormányzat számára azzal, hogy szerepet vállalnak a döntések előkészítésében. A Magyar Neurológia legnagyobb konferenciája minden esztendőben Szekszárdon zajlik. A kétnapos tanácskozás jelentősége abban áll, hogy olyan eseteket vizsgálnak, melyek önmagukban egyedülállók, és nagyban segíthetik a mindennapos gyógyító munkát. Idén 50-nél több előadást hallgathattak meg a résztvevők. A neurológiai betegségek száma évek óta nem mutat kiemelkedő növekedést. Ebből a sztrókok kivételek. A gyógyítás technikája és a gyógyszerezettség is nagyot fejlődött az utóbbi időben, mondta Kondákor István, a Balassa János Kórház neurológus főorvosa, a konferencia házigazdája. Azt mondja, olyan széles skálát szolgált a neurológia, aminek a napi gyógyítás területén tapasztalt esetei tanulságul szolgálhatnak minden gyógyító számára. Szekszárdon külön büszkeséggel mondhatom, hogy egyrészt a helyi eljárásoknak, a szakmák közös kooperációjának köszönhetően, másrészt a Poténak az idegsebészeti klinikával kapcsolatos mindennapos gyakorlatnak köszönhetően a legkorszerűbb technikákat tudjuk alkalmazni az akut stroke tekintetében. De máskor
tüdőgépek, szklerózis multiplex, epilepsia, sorolhatnám. Nagyon jó helyzet van olyan szempontból, hogy az elmúlt években, évtizedekben rendkívül jó gyógyszerek kerültek forgalomba, ami Magyarországon is elérhető, tehát sokkal nagyobb arányban tudunk egy nagyon jó minőségű életet, egy elfogadható életminőséget, panaszmentes életet biztosítani. A Dél-Dunántúli együttműködés példaértékkel bír, mondta Janszky József, a Pécsi Neurológiai Klinika igazgatója. Abból a szempontból, hogy az egyes területek gyógyítására más-más kórházakban szakosodtak. Az idegrendszerre foglalkozó szakemberek már specializálódtak, és éppen ezért, hogyha van három megye, amik a különböző súlypontú ellátásokkal bír, ott ez értelemszerűen a, hogy kialakítsuk ezt a megosztást. Az idei konferencián 50-nél több esettanulmányt ismerhettek meg a résztvevők. 26 ezer orvos és ápoló hiányzik a magyar egészségügyből, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint. Balogh Zoltán úgy véli, a Magyar Nemzeti Bank által megfogalmazott versenyképességi reformok egészségügyre vonatkozó részét csak úgy lehetne megvalósítani, ha lenne elég orvos és szakdolgozó. Úgy véli, magasabb bérekkel és jobb munkakörülményekkel lehetne vonzóvá tenni ezt a pályát, jelenleg ugyanis túl sokat dolgoznak, és ez kiégéshez vezet. Az egészségügyi ágazatban jelenleg sajátos túlmunkarendszer van érvénybe, amely szerint elrendelhető heti plusz 8 kötelező munkaóra. Hálózatot épít Tolna megyében az ország egyik legrégebb óta létező roma érdekképviseleti szervezete. A Fiatal Romák Országos Szövetségének vezetése szombaton tartott fórumot Szekszárdon. Hálózatépítés, ez volt a célja a Fiatal Romák Országos Szövetsége által szombaton Szekszárdon megrendezett fórumnak. A FIROSZ 1991 óta létezik, és minden választás idején hallatott is magáról. Eddig főleg az ország keleti régióiban voltak aktívak. A mostani fórum célja az volt, hogy a Dél-Dunántúlon élő romáknak bemutassák a programjukat. A szervezet elnöke azt mondja, az elmúlt 30 évben egyetlen országos sikert elérő roma érdekképviselet sem látta el megfelelően a dolgát, mert azokat a közigazgatásban kevésbé jártas vezetők irányították. Farkas László, aki több ciklus óta Tiszabura polgármestere, éppen ebben látja az ő lehetséges sikerük titkát. A demokráciát úgy tanultuk, hogy elsősorban nemzetiségi önkormányzatokban, de Tiszaburán székhelyünkön, települési önkormányzatban is képviselői helyeket, sőt három cikluson keresztül volt szerencsém polgármesterként is szolgálni a településemet, tehát jól látjuk a közigazgatási részét, a civil részét ennek a dolognak. A FIROSZ célja, hogy minél több mandátumot szerezzenek az önkormányzati képviselőválasztásokon, emellett azt sem titkolják, hogy szeretnék támogatni a kormánypártokat az Európai Uniós és a helyhatósági voksoláskor is. A mostani fórumon Sárközi János Józsefet választották a FIROSZ megyei elnökének. Nem kívánjuk azt, hogy ide betelepedjenek migránsok, hisz mi roma emberek, akik itt születtünk, és magyar állampolgárok vagyunk, és azon belül tartozunk egy etnikai és nemzeti kisebbséghez, a roma népcsoporthoz, még mindig hátrányba érzik néha magunkat. Mi lenne, hogyha ide bejönnének több ezren, és eluralnánk azokat a dolgokat, elvennék azokat a lehetőségeket, amit mi is nagyon-nagyon nehezen kapunk meg. Ribányi József, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy Magyarországon 2010 óta folyamatosan csökken a munkanélküliség, ami a kormányzati intézkedések mellett olyan kezdeményezéseknek is köszönhető, mint például a helyi munkaerőpiaci igényeket és a szakképzést összehangoló Tolna megyei foglalkoztatási paktum. Ez nem mindenhol van azért így Európában, hiszen vannak olyan dél-európai országok, ahol a fiataloknak a munkanélkülisége 20-25%-os. Mi ezt szinte természetesnek vesszük, de ez mögött azért nagyon komoly kormányzati tettek, cselekedetek voltak, hogy azt a munkanélküliségi szintet ilyen szintre le lehetett redukálni, és mi a megye részéről pedig a paktumon keresztül megtettünk szintén mindent. A FIROSZ vezetősége a következő hetekben több a mostanihoz hasonló fórumot tart majd. A következőre még úton kerül sor. Hiába harcolt az utolsó pillanatig az atomerőmű KSC Szekszárd, végül 9 ponttal alul maradt a bajnoki címvédő és Euroliga ezüstérmes Sopronnal szemben, így a második helyen zárta a magyar kupa küzdelmeit. Nagyon kemény és egyben zárt, és ritkán látható vegyes védekezést mutatott be a Sopron. Olyat, amit nagyon kevesen tudnak az európai élmezőnyben is. Ezzel
lényegében lelassította, teljesen kiszorította a palánk alól a szekszárdi csapatot, amely esélytelen távoli dobásokkal próbálkozott. Nem tudok mondani, hogy nem vagyok büszke a játékosaimnak, mert nem adtunk fel egy pillanat se. Tanulságos is volt, hagyja Isten, ha ebben az évben játszunk, még döntött, és én szerintem ez a nekünk, ez a meccseket hoznak olyan tapasztalatok, amit tudunk igazán feladni. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Mohácsi busójárás 1600 maskarás űzte a telet. Örülnek a polgármesterek a falusi csoknak, a népesség növekedését várják az intézkedéstől. Mintegy 390 millió forintból fejlesztenek fogadóépület és sétány a Nagyharsányi Szoborparkban. Hatalmas érdeklődés övezte Mohácson a busók felvonulását vasárnap. A szervezők becslései szerint a busójárás kiemelt rendezvényei 80-100 ezer látogatót vonzanak. A hatnapos program idején az érdeklődők szórakoztatásáról idén rekordszámú 1600 maskarás gondoskodott. A télűzők felvonulása után a legifjabb busót is felavatták. Ezrek voltak kíváncsiak a mohácsi busójárás vasárnapi programjaira. A télűző fesztiválra az ország különböző pontjairól érkeztek a látogatók. Többen most jártak először ezen a rendezvényen, de az évek óta visszatérő vendégek is lelkesen készültek a busójárásra. Most vagyok először. Én meg már 10 éve vagyok. Vagy 10 éve járok. Na. És jó most is? Idén is? Igen. 10 éve? Igen. És te hogy érzed magad most itt először? Hát nekem nagyon tetszik. Szeretnék majd jövőre is eljönni. Most vagyok itt van most. Eddig hogy tetszik a rendezvény? Eddig nagyon izgalmas. Most várjuk a felvonulást, éppen azt próbálom kitalálni, hogy melyik oldalról fognak jönni. Mindenfelé járkálok. Nagyon, nagyon jó, jó hangulat van. És az idő is csodálatos lett. Jól érezzük magunkat, meg most itt kicsit szakadozva jönnek. És hát most várjuk, hogy ide jönnek meg. Volt már busójárás? Igen, tavaly előtt 2017-ben. A busók mintegy két óra alatt vonultak fel a Kóló tértől a Városháza előtti színpadig. A hatalmas, nehéz jelmezek nem könnyítették meg a télűzők dolgát, hiszen közel 20 fokot mutatott a hőmérő a délutáni órákban. Ez már sokadik. Még mindig izgalmas? Igen, persze. Most hányan vagytok a csoportban? Hát most nem az össz, nem vagyunk összesen. Nem az összesen vagyunk itt. Jól. És nagyon meleg? De. Itt a jó idő. A felvonuláson rekordszámú 1600 maskarás mutatkozott be. Idén 10 új busócsoport is alakult, így összesen 60 csapat vonult fel a városban. Köztük volt a legfiatalabb télűző is, akit a színpadon több ezer ember előtt avattak igazi busóvá. Az idei évben a Boroskóló csoportnak az ifjú fiatal emberelek Bárkai Galló András felavató, ő egy 12 éves fiatalember, és különböző próbákat kellett kiállítania, és polgármester úr és Nagy István miniszter úr avatta gyakorlatilag búsóvá. A rendezvényen részt vett Nagy István agrárminiszter, aki elsőként a mintegy 250 éves télűző, tavaszköszöntő népszokás szervezőinek és résztvevőinek gratulált. Fantasztikus látni azt, hogy népszokásaink, hagyományaink hogyan maradnak élők, hogyan lesznek az élő kultúra részesei, hogyan tudjuk ezt megélni a 21. században, a mai napon is. Szekó József szintén köszöntötte a résztvevőket. Mohács polgármestere emlékeztetett, a busójárás éppen 10 éve került fel az emberiség szellemi kulturális örökségének UNESCO listájára. A mohácsiak nagyon szeretik, magukénak érzik, ma már hozzátartozik szinte a mohácsi identitáshoz, a mohácsisághoz, de hát fontos olyan szempontból is, hogy ez a legnagyobb reklámhordozónk, a leglátogatottabb rendezvényünk. Az idei hatnapos program március 5-éig, azaz húshagyó keddig tart. A szervezők becslései szerint a busójárás kiemelt rendezvényei 80-100 ezer látogatót vonzanak.
Nagy lehetőséget látnak a falusi csokban a megkérdezett somogyi polgármesterek, a népességszám növekedését várják az intézkedéstől. A kormány döntése értelmében használt lakás vásárlására, bővítésére és felújítására is felhasználható lesz a falusi csok. Emellett új lakás építésekor, vásárlásakor a támogatás egy gyermek esetén 600 ezer, két gyermek esetén 2 millió 600 ezer forint, míg három gyermek esetén 10 millió forint. A Balatontól 10 kilométerre fekvő Kereki is pályázhat falusi csokra, hiszen a lakosok száma alig haladja meg az 500 főt. Eddig helyben próbálták meg segíteni a gyermekvállalást, ennek már láthatóak a pozitív hatásai. Tavalyi évben 6 gyermeknek ültettünk fát itt az újszülöttek parkjában, amivel a helyi kötődést erősítjük. A fiatal családokat igyekszünk támogatni gyermekszületési támogatásokkal, minden kerekinek született újszülöttnek 50 ezer forint egyszeri támogatást adunk gyermekszületéskor, az óvodásoknak éves ősszel 10 ezer forintot, iskolásoknak 20 ezer. Jó hír, hogy a kormány kiemelten foglalkozik a kisfalvak népesség megtartó erejének növelésével, mondja a polgármester. Csicsai László nagy reményeket fűz a falusi csokhoz, mint mondja, érdemes Kerekibe költözni, hiszen helyben és a környékbeli városokban is van munkalehetőség. Használt lakás vásárlására, bővítésére és felújítására is felhasználható lesz a falusi csok. Emellett új lakás építésekor, vásárlásakor a támogatás egy gyermek esetén 600 ezer, két gyermek esetén 2 millió 600 ezer, míg három gyermek esetén 10 millió forint. Eladóház az 3-4 van szerint ismereteim szerint. Kínálat tehát van Somon, eladóház és telek is elérhető. Az előregedő településen nagyon örülnének a fiataloknak. Most pályázhatunk a csokba, mert a 739-hez viszonyítva 10 év alatt 696-ra zsugorodott a lélekszám. Tehát mi is fogyunk és idősödünk, öregszik a település. A programban a kormány olyan falvakat támogat majd, amelyek forrás hiány a rendszerváltás óta sem tudtak felzárkózni. A falusi csokban több mint 2000 település, mintegy 25 milliárd forinthoz juthat. Elindult a Kikerics panoráma sétány és a Nagyharsányi Szoborpark fogadóépületének kivitelezése. A beruházás a Széchenyi 20-20 program keretében valósul meg, mintegy 390 millió forintból. Ez egy 25 fő befogadására alkalmas, kiállító térrel, vízes blokkokkal és ajándékbolttal felszerelt, a tájhoz illő épület lesz. A munkálatok várhatóan novemberben fejeződnek be. Ezen a területen hamarosan egy fogadóépület áll majd a Nagyharsányi Szoborparkban. A beruházás részleteiről Závodszky Szabolcs számolt be a sajtó képviselőinek. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatója elmondta, az épület mind kialakításában, mind színezetében illeszkedik majd a tájhoz. Itt egyszerre egy busznyi, azaz 20-25 főt is tudnak fogadni. Lesz egy kis belső kiállító része, illetve egy ajándékbolt a jegypénztárral és a hozzátartozó kiszolgáló létesítményekkel, mosdókkal lesz felszerelve, és magának az épületnek a tetejére is föl lehet menni, tehát úgy kell elképzelni, hogy annyira a tájba fog illeszkedni, hogy nem is nagyon lehet majd észrevenni. Az épületnek pénteken tették le az alapkövét. A beruházás további fontos eleme a Kikerics panoráma sétány. Ezt a szoborparkot övező bánya peremén alakítják ki. A tanösvény legmagasabb pontjáról egészen a Dráváig el lehet majd látni. Hargitai János országgyűlési képviselő szerint ez a fejlesztés még inkább hozzájárul a térség turisztikai vonzerejéhez. Tehát itt létrejön egy olyan turisztikai látványosság, ami hozni fogja a turistákat, én azt gondolom. Ugye Villány térségében elsősorban a borturisták, a borkedvelők jönnek, de a borturistákat is úgy kell képzelni, hogy ők valójában a bor az csak egy ürügy, hogy ide jöjjenek, valójában élményt vásárolnak. A Széchenyi 20-20 program keretében megvalósuló beruházás mintegy 390 millió forintos támogatással jöhet létre. Az építkezések hamarosan elkezdődnek, a főépület pedig idén novemberre el is készül. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Új piactér, 400 millió forintos fejlesztés Dunaföldváron. Korszerűsítés, 60 millió forintból felújították a Bonyhád-Varasdi önkormányzat épület együttesét. Civil szféra, 42 millió forintnyi támogatást biztosít Szekszár. Ezüstérmes a KSC, a Sopron bizonyult jobbnak a Magyar Kupa döntőjében.
Kedden egy hideg front alakítja az időjárást, döntően felhős, borongós idő várható, csak átmeneti időszakokra vékonyodhat el a felhőzet. Szorványosan előfordulhat eső, zápor is, tartós, jelentős csapadék azonban továbbra sem valószínű, visszaesik a nappali felmelegedés. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!